Mint ahogy ebben a műsorban már néhányszor elhangzott, szeptember 21-e a Magyar Dráma napja, de hát ez természetesen nem csak a drámára vonatkozik, hanem egyáltalán mindarra, ami a drámák körül lehet, mert a dráma sem önmagában van, hanem mellette is vannak azért mindenféle társművészetek, és hogyha azt mondom, hogy dráma, vagy akar magyar dráma, akkor eszünkbe juthat azért a képzőművészet, meg más társművészetek is, és ezt azért hozom szóba, mert a Hadik Kávéház azt hiszem egy olyan hely, ahol hát a hely szelleme azért ott lehet. Mert nem véletlenül, hát soroljam, hogy kik jártak oda, vagy pedig a törzs vendégeket, hát nem emlékezhetünk már rá természetesen, de hát ha azt mondom, hogy nem tudom, Karinti, Móricz, Déri Tibor, Kosztolányi, azért ezek olyan nevek, és olyan gondolkodók voltak, akiknek a műveit akár interpretálni, akár beszélni róla, feltételezem, hogy hatalmas felelősség van éppen a Hadik Kávéházban, nem? Az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy a felelősség rajtunk, de mindig el szoktam mondani, hogy ez inkább inspirál minket, mint hogy így ránk üljön, és azt hiszem, hogy ez is a feladatunk, hogy ezzel a felelősséggel jól bánjunk. És máig nagyon-nagyon sok olyan programot csinálunk, ahol visszaemlékszünk ezekre a múltbéli törzs vendégeinkre. Például legutóbb egy Slam Poetry est volt, ahol a fiatal Slam Poetry-ság, Simon Marci, Kemény Zsófi pont erről kellett, hogy beszéljenek, és pont erről a korszakról kellett, hogy írjanak. Úgyhogy így mindig eleven ott ezeknek a törzs vendégeknek az élete, vagy a múlt, ami tényleg ott történt. És szerintem ennek, ahogy mondtad az elején, hogy nagyon fontos az a szellemiség, ami ott volt, mert hogy máig érezhető ez. Máig nagyon-nagyon sok kortárs író jár oda, dolgozik ott, vagy csak családi ebédre jön be. De én arra is gondoltam, hogy megőrizni, ilyen értelemben a múltat, hogy mindenféle a kávéház is olyan, hogy azért még a falak is, hogyha beszélni tudnának, akkor azért tudnának mesélni ezekről a nagyszerű emberekről. Szóval az, hogy dráma és magyar dráma napja, az nem jelenti azt, most nem akarom elviccelni a dolgot, hogy szomorúak leszünk, mert éppen az említett szerzők és ezek a nagyszerű írók sem voltak a humor hiány. Szóval gondolom, hogy nálatok, amikor ezek a beszélgetések, vagy akár interpretációk is vannak, nem nélkülözhetik a humort sem, ugye? Hát nem, és pont tegnap nagyon érdekes, egy kolléganőmmel dolgoztunk, és próbáltunk ilyen sztorikat gyűjteni, hogy Karinti mit ivott, mit evett, Kosztolányi mit ivott, mit evett, hogy ezeket egy kicsit az étlapunkra és az italapunkra is így visszarakjuk, és hát annyi sztori és annyi vicces sztori jött elő, ugye nagyon nagy szerencsénk van, mert akár kávéház múltjáról, és a nyugatos költők múltjáról nagyon-nagyon sok könyv van. Hogyha csak a Karinti Marcinak az Ördög Görcs című kötetét nézzük, abban gyakorlatilag minden le van írva, hogy mi történt ott a falak között, és hát igen, itt azért elég vicces történetek voltak. Én most nem akarom visszaidézni, mert Karinti Marci is volt itt vendégünk, nem egyszer, és éppen az Ördög Görcsről is beszéltünk sokszor, de hogyha már itt szóba hoztad a mostaniakat, a kortársakat, mert nyilván valóan mai kortárs szerzők és nem csak írók ugyanúgy megfordulnak, és ez azért jutott eszembe, mert ugye nagyon sokat hallottunk mostanában a Napszálltáról, Nemes Eles László legújabb filmjéről, de hát ott van a nagy sikerű Saul fia, és ezt most nem tudom, hogy ilyen városi legendának számít-e, vagy pedig tényleg egy részét a könyvnek, a forgatókönyvnek ott írt a nálatok? Hát képzeld el, mi régóta mondhatom, hogy jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat járt oda, és akkor még nem is lehetett tudni, hogy mit írt, de nagyon írt, és nagyon dolgozott, és akkor egyre több emberrel jött, egyre nagyobb megbeszéléseket szervezett oda, és akkor, amikor megjelent a Saul fia, és ekkor a sikert ért el, akkor egyszer csak beszélgetünk, és azt mondta, hogy de hát Anna, hát azt tudod, hogy én ezt ott írtam, és mondtam, hogy ne hülyeskedj, és megkaptuk, és nekünk ajándékozta a forgatókönyv két oldalát, amit máig bárki, hogyha bejön, akkor be van keretezve, és a falon van, és elolvashatja, hogy hogyan kezdődik ez a film, hogyan van leírva az első pár oldal a forgatókönyvben. Annak idején, és most visszaugorva a régi kávéházi világra, és tényleg az említett nagyszerű szerzőkre, nagyon sokan megírták, de most beleértve Katona Józseftől kezdve, nem tudom, Rejtő Jenőig, hogy milyen körülmények között és hogyan és nyugodt környezetben szerettek dolgozni, mindenki persze mást értett ez alatt,
De hát most mondjuk a ti kávéházatok, a Hadik, az nem biztos, hogy ugyanolyan, mint a 19. századi, noha megőriztétek azokat az értékeket is. Nem erőszakolt a hasonlat szerintem, hogy oda bemegy egy mai magyar szerző, akár drámaíró, és azt mondja, hogy kér egy kávét, vagy mit tudom én mit, van-e ott olyan, mert sokan nyilván nem jártak még a Hadik kávéházban, van-e ott olyan hely, vagy olyan csendes kuckó sarok, ahova leül, senki nem zavarja, és alkot, mert nagyobb csend van, vagy jobb a környezet, mint esetleg otthon, ahol a szomszédban zongoráznak. A galériánk egy ilyen pont, mert hogy a kávéház egy emelet van a kávéház fölött, és gyakorlatilag ott van Karinti törzsasztala is. Ez egy fa asztal, egy régi asztal, amin ott van ez a cégér, hogy Karinti törzsasztal, és ez direkt egy olyan helyre van behelyezve a galériában is, egy eldugott kis zugban, ahol kényelmesen és nyugalomban lehet alkotni. És azt hiszem, hogy mondhatom, hogy ezt azért használják is a művészek és az emberek, akik betérnek hozzá. Most mielőtt félreértés lenne, vagy esetleg mindenki arra gondolna, hogy itt most a Hadiknak a bemutatásáról beszélünk, arról is természetesen, de végül is egy irodalmi alkotó műhelyről van szó, vagy arról is van szó, és nem véletlen, hogy most a Hadik Brancs, vagy művészetet reggelire újraindul nálatok, ezt nem biztos, hogy ismerik, de most akkor megint ott tartunk, hogy művészetet reggelire. 2016-ban indítottuk ezt a sorozatot, és az volt a célunk vele, hogy egy kicsit az egész művészetet és a művész embereket közelebb hozzuk a vendégekhez. Ezt azt gondoltuk, hogy úgy tudjuk elérni, hogyha egy étkezőasztal köré ültetünk gyakorlatilag mindenkit, ezt nyilván nagyon-nagyon nehéz megtenni, de hogy egy közös reggelire hívjuk a vendégeinket és a meghívott művészeket. És ettől már alapból egy sokkal intimebb és közvetlenebb beszélgetés alakul ki szombat délelőtt, egy finom kávé és egy reggeli mellett. És eddig irodalmat reggelire volt az alcíme ennek a sorozatnak, viszont most kinyitottuk ezt a művészetet reggelire címmel, mert... Bocsánat, ezért is mondtam, hogy a társművészetek is előjönnek, nem csak az irodalom. Igen, mert... Például az első ilyen, ami jövő hét szombaton 29-én lesz, ez a Pál utcai fiúk köré szerveződik, ahol ott lesz Vecsei H. Miklós, aki a Nemecseket játssza a Vígszínházba, de ott lesz Grecsó Krisztián, aki ezt az egészet átírta és színdarabbá formálta. Ott lesz Geszti Péter, aki a szövegkönyvben dolgozott. Viszont az októberi bráncson Nemes Jeles László és a filmje kapcsán fogunk beszélgetni az alkotókkal. Majd szeretnék képzőművészetet is, ez decemberben lesz. Faur Zsófi valaki, ugye ott a Hadikkal Sréhen szemben egy galériát üzemeltet nagyon régóta, Barabás Zsófi képzőművésszel. Szóval, hogy nem állunk meg mi sem az irodalomnál, hanem a képzőművészet film, színház és a zene abszolút belefér ezekbe a programokba. Hát, mint ahogy nem véletlenül Magyar Dráma Napja, mint ahogy a drámaírók sem álltak meg a drámánál, mert akkor azt hiszem, hogy Shakespeare nem írta volna meg azokat a darabjait, amik nem éppen drámák, hanem más is. És ha már említetted a Pál utcai fiúkat, itt ebben a mai műsorban már a korábbiakban szó volt arról, hogy mennyire szabad hozzányúlni az eredetihez, mennyire szabad átdolgozni, de hát mindent lehet, és nem véletlenül Grecsó Krisztián ezt átdolgozta, de ettől még a Pál utcai fiúk is ugyanúgy megmarad az a Pál utcai fiúk. Abszolút, és pont tavaly egy bráncs alkalmával beszélgettünk erről Nádasdi Ádám és Závada Péterrel, akik ugye a nagy Shakespeare fordító, vagy hogy Nádasdi Ádámot Shakespeare fordítóként ismerjük, és Závada Péter már Nádasdi Ádám fordításához nyúlt hozzá és írt, tehát mert muszáj, hogyha a Katona József Színházban szeretnénk 2018-ban egy Shakespeare drámát hallani, akkor lehet, hogy ahhoz hozzá kell nyúlni egy kicsit a szövegkönyvhöz. És egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki, hogy mennyire lehet, mennyire kell hűnek lenni, mihez kell viszonyulni a fordításhoz, vagy az eredeti műhöz. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok. Itt már visszautalok egy kicsit, a korábbiakban szó volt arról, hogy hogyan jelentkezik a dráma, például a bábok világában, és akkor Shakespeare-t említettük, ott van ugye a vihar, és akkor egy olyan feldolgozást csináltak, hogy Prospero fejében látszódik le az egész. Szóval mindent ilyen értelemben, a szó jó értelmében meg lehet csinálni. De akkor most egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak kicsit álkérdés, hogy ebben a mai felfordult világunkban szerinted és tapasztalataid szerint, mert ott megfordulnak a művészek, megfordul a közönség, és még az is, aki csak egy sörre megy be, kell nekünk ma a dráma?
Hát ezt nagyon-nagyon sokan feltették ezt a kérdést nekem már, mint olyan szempontból, hogy aki ennyire online térben ezért él mondom. Már, és igen. Főleg az én korosztályom, akik szinte már nem is találkoznak élő emberrel, igen. Mert el lehet intézni mindent az interneten, vagy a közösségi médiában, azok eljönnek el, és hogy azt kell, hogy mondjam, hogy 10-szeres túljelentkezés van például a következő brunchra, ami önmagában nagyon fura, mert szombat délelőtt van, de hogy kell, és azt látom, hogy az embereknek nagyon fontos az, hogy közvetlenül, személyesen találkozzanak művész emberekkel, és elmenjenek színházba, és hallgassanak drámát, vagy nézzenek drámát, mert kell ez a közvetlen kapcsolat, én ezt látom, és ebben most már biztos vagyok, az elmúlt 3 év ezt igazolja nálunk. Ez egészen biztos, hogy így van, ahogy mondod, és erről jutott eszembe megint csak a Pál utcai fiúat, hogy említetted, és Nemecseket. Szóval azért elolvassák, akkor esetleg megnézik filmen, ha még valahol igen. Játsszák, utána megnézik a Víg Színházban, és utána ott van nálatok igen. is. És ez ahány Pál utcai fiúk, annyiféle, de mégis azért az igazi tartalmat hordozza. És ez is arról szól, ugye, hogy a közösség, és igen. a grund, és hogy legyen igen. egy hely, ahol mindenki együtt lehet és találkozhat, és ez nagyon érdekes, szerintem erről is szeretném őket beszéltetni, igen. hogy ez ma, 2018-ban hogy lehet, hogy ekkora siker még mindig? Igen. Nagyon érdekes. Hát mert azok a drámai szituációk, amik megjelennek éppen a Pál utcai fiúkban és még nagyon sok más műben, azok, ahogy mondani szokták, örökérvényűek. És hát nem véletlen, hogy itt drámai színház ürügyén nem tudom hányadszor kerül ma már szóba Shakespeare, de tényleg, mert azt mondták, hogy utána már úgyis megállt a világ. Szóval, de amit ő megírt, meg amit a nagy magyar klasszikusok megírtak, és nem véletlenül hoztam én, mit tudom én, tényleg Katona Józseftől kezdve Madách Imréig, azok ugyanazokat a idézőjelbe tett gondolatokat használják, vagy hordozzák, igen. mint amivel éppen ti is igen. dolgoztok. Igen. Szerintem itt csak a műnem, vagy a műnem kiválasztása, vagy a stílus kiválasztása az, ami eltér, és amiből meg tudjuk ítélni, hogy éppen melyik korban írottak ezek a darabok, vagy művek. De a téma az általában azért örökérvényű. Elgondolkoztam egy pillanatra, de azon gondolkoztam el, hogy tulajdonképpen ti, hogyha ott ültök a kerekasztalnál, és tényleg ott finom falatok közepette, akkor nagyon sokan esetleg azt gondolják, hogy hát akkor most eszünk, iszunk meg minden, de azért ez tudom, hogy nem egészen így van, mert szakmán belül is vannak sajtóreggelik, és a politikusok is leülnek egy sajtóvacsorára, szóval azért, hogy nem csak azért, hogy jó étvágyat kívánjanak egymásnak, hanem azért ott is születhetnek olyan gondolatok, éppen a kommunikáció miatt, nem? Én tényleg abból indultam ki, hogy az én életemben is a legjobb beszélgetések családdal vagy barátokkal mindig egy étkező asztal mellett zajlanak, vagy mindig a konyhában van a legnagyobb buli, vagy a legjobb beszélgetés, igen. és én ebben tényleg hiszek, és azt gondolom, hogy egy kicsit leemeljük a pódium ezt az egészet, ezt a műsort, és azt mondjuk, hogy gyertek, együnk együtt, és ráadásul ugye a még érdekesebb dolog, hogy a művésznek a kedvenc reggeliét főzi meg a séfünk, és már ez is egy játékosság, hogy azt mondom, hogy én szeretném most megkóstolni Nemecseknek, vagy Vecsei Hál Miklósnak a kedvenc reggeliét, amivel ő minden reggel indítja hát a napját. Hát azért Krúdi Gyulát sem kell nagyon igen. bemutatni, ott is meg vagyunk, és igen. akkor zárjuk azzal, hogy a közmondásokat nagyon sokszor használják, elmondják, de nem mindegyik igaz, és most ezt azért mondom, mert az, hogy magyar ember nem beszél, ha eszik, akkor ezt azt hiszem el kell felejteni. Igen, abszolút. Legalábbis a hadikban, havonta egyszer. Így van, ősztől. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Én is köszönöm.